Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatel Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bőrápolás. Nyári tanácsok a szakembertől. Fórum a szerhasználatról. Tolna vármegyei települések együttműködése. Első helyezést ért el Bálint Zsolt. Space Challenge verseny. Európai Kupa porondra készülnek, sajtótájékoztatót tartott a Paksi FC labdarúgó klub. Ha fordul az időjárás, mindig kérdés, hogy vajon a bőrápolási szokásainkon kell-e változtatni. Mik azok a dolgok, amiket ugyanúgy lehet folytatni az arc- és testápolásban, mint addig, és mikre kell odafigyelni, mikor itt a kánikula? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ a bőrgyógyásztól. A bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Természetes, hogy változik a bőrünk nyáron, többet izzadunk, kiszárad a bőrünk, rengeteget fürdünk, járunk édesvízbe, járunk a tengerpartra, tehát ez mind befolyásolja a bőrünket, sőt az étkezés is, mert nem mindegy, hogy télen sok kurkát, kolbászt teszünk, vagy nyáron sok zöldséget, gyümölcsöt, úgyhogy ez is nagy mértékben befolyásolja a bőrt. Tehát ezekhez a dolgokhoz kell alkalmazkodnunk. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy a száraz bőrre testápolót kell használni, ez természetes, az arcot is kenni kell, és védeni a napfénytől. A szakember elmondta, hogy kalapviselésével sokat tehetünk a napégés és a napszúrás elkerülése érdekében. Déli napban nem szabad kimenni. A másik dolog, hogy használjunk fényvédőt. A harmadik, hogy szabad napozni, de szigorúan tilos leégni. Nagyon fontos, és figyeljenek oda gyerekekre, csecsemőkre, mert az ő bőrük még sokkal érzékenyebb, tehát őrájuk még jobban kell vigyázni, tehát lehet fényvédőket kapni, ami direkt kisgyerekeknek vagy csecsemőknek való. Rozáciás bőrrel napra menni nem szabad, de már létezik napvédőkrém, amellyel ez lehetséges. Napallergia. Nagyon gyakori. Muszáj róla beszélni néhány szót. Erre azt tudom mondani, hogy az utóbbi időkben rendkívül jó fényvédőket lehet kapni, amelyek tematizáltak. Tehát például létezik olyan fényvédő, ami kivédi a napallergiát, és azt tudom mondani, kipróbáltam a családomra, nagyon jó. Azóta, mióta ezt használják, sem az unokám, sem pedig a menyemnek nincsen napallergiája, tehát érdemes megpróbálni, de van olyan fényvédő is, ami például a barna foltokat halványítja és kivédi. Van olyan fényvédő, amiben hialuronsav van, tehát kicsit gátolja az öregedést. Érdemes ilyenkor a táplálkozásra és a folyadékbevitelre odafigyelni. Bőrünk egészségért megelőzéssel tehetünk a legtöbbet. Nem lehet elég sokszor kiemelni, milyen fontosak a kábítószerügyi egyeztető fórumok. Meg kell előzni a fiatalok szerhasználatát, elkallódását, hogy egy hasznos, minőségi életet tudjanak maguknak kialakítani. Ennek érdekében június 26-án Szekszárdon a Tolna vármegyei önkormányzati hivatalban tartottak találkozót. Kálóci Andrea, a kábítószerügyi egyeztető fórumok tanácsadója beszélt a települések közötti összhang megteremtéséről. Arra gondoltunk, hogy eddig azért a városi kefek egymástól viszonylag függetlenül működtek, most is egyébként függetlenül működnek, de arra gondoltunk, hogy legyen egy együttműködés a városi kefek között, ezért összehívtunk itt Tolna vármegyébe egy úgynevezett városi kefek találkozóját, és szeretnénk az együttműködéseket erősíteni, szeretnénk, ha megismernénk egymást, esetleg a későbbiekben akár megyei szintű bármilyen program, rendezvény, ami a kábítószer elleni küzdelmet szolgálja, azt előtérbe helyezni. Én azt gondolom, hogy a kefeknek persze nem csak a kábítószer elleni küzdelem, hanem például a prevenció is feladatuk. A belügyminisztérium támogatásának köszönhetően Tolna vármegye önkormányzata egy kiemelt összeggel gazdagodott a fórumok és különböző programok megvalósításának céljából. Az idei évben az elnyert pályázati támogatás összeg az 2,5 millió forint, ami a városi kefeknél Bonyhád, Dombóvár, Szekszárd, Tamási, városi kefeknél kapták meg ezeket a támogatási összegeket. Általában a legjellemzőbb, hogy prevencióra fordítják, tehát például olyan színházi előadásokat hívtak meg a kefek, ami a lakosságnak szól, fiataloknak szól. Dr. Kertész Ágnes szakmájából adódóan nagyon közelről érzékeli a káros szenvedélyek hatásait a társadalmon.
Felhívja a figyelmet arra, milyen fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ma Magyarország hol tart. Egyrészt az alkoholfogyasztás, hogy ma Magyarországon a lakosságban egyrészt milyenek az alkoholfogyasztási szokások, másrészt pedig milyen a korosztályi eloszlás. Pszichiáterként az a tapasztalatunk, hogy egyre korábban kezdenek el a fiatalok alkoholt fogyasztani, és az utolsó évtizedben maga az alkoholfogyasztási szokások is jelentősen megváltoztak. Ez milyen hatással van rövid és hosszú távon a fiatal populációnak az egészségére? Orbán Attila véleménye szerint igazán hasznos, hogy a városoknak alkalmuk nyílik megosztani egymással a tapasztalataikat. Vannak, akik már régóta elkezdték ezt a munkát, és jelentős tapasztalattal rendelkeznek. Van, akik régen csinálták, de egy darabig abba hagyták, most újra kezdik, vannak teljesen újak, és szerintem van igény arra, hogy ezt bővítsük megyei szinten, tehát még azért van egy néhány város, ahol még nincsen ilyen egyeztető fórum, és jó példa, ahol van azok számára, hogy mindenhol, vagy minél több településen legyen ilyen fórum. A kábítószerügyi egyeztető fórumok töretlenül dolgoznak a szerhasználat visszaszorításán és a prevención, egy egészségesebb régió kialakításának érdekében. Július 1-en hétfő Semmelweis nap, a magyar egészségügy ünnepnapja. Ez a területen dolgozók számára munkaszüneti nap. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy ekkor a kórház és a rendelőintézet szakrendelései nem fogadnak betegeket. A sürgősségi ellátás, illetve az intézmény fekvőbeteg osztályai a hétvégén szokásos ügyeleti rend szerint működnek. Közel 2000 külhoni szervezet nyert el támogatást a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett együttműködő nemzetprogram külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás keretében. Közölte Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselője. A támogatást elnyert projektek között szerepel például a kolozsvári Magyar Diák Szövetség programjainak megvalósítása, a 14. Brassói Magyar Napok szervezésének támogatása, vagy az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör működésének segítése. A pályázat keretösszege 2 milliárd forint volt. Országszerte zajlik az aratás, emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek, ami fokozott figyelmet követel minden járművezetőtől. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Idén sokkal korábban június elején kezdődött meg a korai őszi árva betakarításával az aratás a földeken. A balesetek elkerülése és a biztonságos közlekedés érdekében tanúsítsunk fokozott türelmet a kombájnokkal, valamint a traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és ezeket észlelve óvatosabban közlekedjünk. Bálint Zsolt, a Bonyhádi Tolna vármegyei Percelmor Technikum és Kollégium tanulója a Space Challenge versenyen első helyezést érte el. Az eseményt a Pécsi Kulturális Központ és a Pécsi Tudományegyetem rendezte űrkutatás témakörben. Murgács Miklós operatív vezető beszélt a cégről, múltjukról és jelenükről. A jelenlegi ügyvezetőnk Sömjén Trejszkiti szülei alapították a vállalatot egy német cég segítségével. A fő tevékenységünk az fémtömegcikkgyártás, egész pontosan mi autóiparban ténykedünk főként már a kezdetektől. Rögzítő bilincseket gyártunk, szerelünk össze, amik a motortérben és a kipufogó rendszereknél kerülnek felhasználásra. 98 óta egy több állomáson keresztül jutottunk el ide, ahol most vagyunk itt az ipari parkban. Ugye itt a ketten kezdték el még annak idején a gyártást, a Kittinek a szülei a házuknak hátuljában kialakított kis garázsban, és onnan jutottunk el most ide ugye ebbe a 2000 négyzetméteres csarnoképületbe. Mára már több mint 80 dolgozót foglalkoztatnak. 3 évvel ezelőtt egy diák kereste meg őket, gyakorlati hely lehetősége iránt érteklődött, így lépett be a Trejc Kft. A duális képzés világába. Akkor még
nem volt egyáltalán fogalmunk arról, hogy maga a rendszer az hogyan néz ki, hanem akkor ugye elkezdtük magunkat egy kicsit mélyebben beleásni ebbe az egész rendszerbe, és 2022. februártól indultunk el a duális képzésbe, hogy ez megelőzte egy kamarai nyilvántartásba jöjjétel, meg a többi ilyen bürokratikus dolog, ugye, ami ezt szükséges. Logisztikai technikusnak tanulva Draff Nikolett. Érdekli a szállítmányozás és a raktári rendszerezés. A cég által kínált lehetőségek ide vonzották. Bár hozzám a lakhelyemhez messze van, ugyan, viszont amik gyakorlati helyeket, duális képzéseket az iskola felajánlott, ugye, ahol lehetett jelentkezni, ez volt a legjobb számomra, ez a hely az, amelyik megadja nekem azt a tapasztalatot, amit szeretnék majd, amivel tudok majd valamit elérni is. Itt mindenki segítőkész, nagyon kedvesek, és hogy nekem ez volt a jó választás. Fejes Andrea is szívesen bekapcsolódik a munkafolyamatokba. Fontos, hogy a Trades Kft.-ben partner és sok teret biztosít nekik. Különféle feladatokban részt vettünk, voltunk itt hátul a raktárban, itt is segítettünk a csomagolásban, is részt vettünk, a szállítóleveleket írtunk, meg igazából a mindennapi feladatokban is részt veszünk, számítanak a munkánkra, tehát megbíznak bennünk. A duális képzés kapcsolatot teremt a munkáltatók és a tanulók között. Tapasztalatot és fejlődési alternatívákat ad. A jövő munkavállalói megismerhetik a belső működéseket, valamint valódi képet kapnak a foglalkoztatásról. A rendőrök 657 alkalommal indítottak eljárást a múlt heti Roadpol országos akcióban, melynek során ittas vagy boldult állapotú sofőröket szűrtek ki, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az akció során a rendőrök több mint 158 ezer járművezetőt ellenőriztek, közülük 657 ember ellen indítottak eljárást. Az elmúlt időszakban Tolna vármegyében is többen részegen ültek volán mögé, az előző hétvégén 13 ember ellen intézkedtek hatóságok. Diákmunkások nyújtanak segítséget a LED izzó kiosztásában a jövő héten az Aparhanti önkormányzaton. Átvételre különböző napokon 8 és 12, illetve 13 és 17 óra között van lehetőség. Az ingyenes LED csere programhoz korábban már számos Tolna vármegyei település is csatlakozott. Az energiatakarékos izzók nagyobb megtakarítást és kisebb környezeti terhelést jelentenek. Sajtótájékoztatót tartott a Paksi Futballklub. A tolnai együttes hamarosan hosszú évek után újra Európa Liga selejtező mérkőzéseket vívhat, miután kiváló szezon zárva második helyen végeztek az első osztályú bajnokságban, és a Magyar Kupát is megnyerték. A csapat továbbá bemutatta új mezeit és kabala állatát is. Sajtótájékoztató keretében számoltak be a Paksi FC ügyvezetői a klub életében történt változásokról. A focivilág áruházzal kötöttek új, 4 évre szóló szerződést, így mostantól ők biztosítják mezeiket, felszereléseiket. Az elmúlt 18 évben a kiszámíthatóság, a hűség volt ránk jellemző, szerintem ezen a jövőben sem fogunk változtatni, és elmondhatom azt, hogy 18 évig volt egy mez partnerünk, a Jákó személyében, akikkel lejárt a szerződésünk, és ezúton is köszönjük nekik az elmúlt 18 évet. A klubnak továbbá lesz egy kabala állata is, egy 3 hónapos kuvaszkutya. Mint elhangzott, a választást indokolta, hogy ez az ebbfajta kifejezetten hűséges, továbbá hungarikum is. Mindkét tényező fontos érték a csapat számára is, hiszen ők egyedülálló módon csak magyar játékosokat alkalmaznak, melyen a jövőben sem kívánnak változtatni. Egy nagyon ősi, több ezer évre visszamenő múlttal dicsekedhető fajta magyar pásztorkutya, aki, mint ahogy elhangzott, hungarikum mértéktárban felvett állatként van számon tartva. A sajtótájékoztatót követően az együttes játékosai bemutatták az új szerelést. A gárda a felkészülést a következő szezonra már megkezdte, hosszú évek után pedig ismét az Európa Liga selejtezőjében bizonyíthat, ahol az első körben július 11-én a román másodosztályú Corvinul Hunedoarát fogadják Pakson. A 25-szörös magyar válogatott Böde Dániel szerint a felkészülés a megszokottak szerint halad idén is. Ugyanúgy készül, mint a bajnoki rajtra, nincs is a csapatba egyelőre megé plusz druk sem, lehet, hogy a meccs előtt majd lesz, de egyelőre minden ugyanúgy van, a megszokott meredben zajlik.
A tolnai csapat a tavalyi évben történelme legsikeresebb szezonját zárta, hiszen a bajnoki második helyezés mellett a Magyar Kupát is elhódították. Ez már csak múlt és történelem, előre kell tekintsünk, komoly feladatok vannak előttünk, úgyhogy bízom benne, hogy a csapat ezt az akadályt könnyen fogja menni. Az atomvárosiak a tétmérkőzések előtt elkében is pályára lépnek, majd egy hetet Szlovéniában edzőtáboroznak. Regionális híreink következnek. Ciklus határok között ülésezett a régi közülés, új szemlélet jöhet ősszel a képviselő szerint Pécsen. Mentők, riasztások a hőségben, hétvégi összesítő Baranyában. Kutyás strand, a Fonyódi a legnépszerűbb a Balatonnál. Ülésezett a pécsi közgyűlés még a régi összetételben kedden. Az újra választott képviselő szerint októbertől új szemlélet lesz majd jellemző a testület működésére. A kialakult erőviszonyok nem biztosítanak többséget a városvezetőnek. Ülésezik a pécsi közgyűlés egyelőre a régi összetételben június 25-én. Ez a képviselőtestület októbertől átalakul. A választók döntöttek, októbertől új serif érkezik a városba, úgy hívják, hogy civil kontroll, és e tekintetben nagy várakozással tekintek a következő pár hónapra, hiszen remélem, hogy elkezdődik egy kedvező folyamat a helyi politizálást illetően. Azonban a keddi ülés még nem a változást tükrözte a képviselőnő szerint. Rögtön volt egy olyan előterjesztésünk, amelynek során komoly vagyoni gyarapodáshoz segítették volna hozzá egyik DK-s képviselőtársunkat, hogyha nincs olyan szemfüles képviselő, aki átlát a szitán. Ezen kívül én személyesen sérelmezem, hogy személyi kinevezéseknél egy éves időtartamban gondolkodik még a jelenlegi városvezetés, miközben az új városvezetés minden bizonnyal ezeket a személyzeti kinevezéseket teljesen jogosan felül fogja vizsgálni. A DK-s Aut István képviselő volt érintett abban az ügyletben, ami az ingatlanához köthető önkormányzati telek megvásárlását engedte volna meg. Az igazgató megbízásának hosszabbítását pedig a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nél kezdeményezte a baloldali városvezetés. Októbertől a polgármester marad, de nem lesz mögötte többség. Így akár egy-egy képviselő szavazatán is sok múlhat. Bognár Szilviát alpolgármesteri pozíciójából Péterfi Attila vezetésével távolították el, méltatlan körülmények között. Felmerül a kérdés, hogy tudnak-e ennek ellenére együtt dolgozni. Az elmúlt 30 év leggyalázatosabb hentes munkáját hajtották rajtam végre, de ezt el kell, hogy higgyék nekem, és erre talán az elmúlt 3 év is bizonyíték volt, hogy én ezt a helyzetet felül emelkedetten kezeltem, mert pontosan tudtam, hogy ezek nem feltétlenül személyes ellentétek, hanem pártpolitikai erőviszonyokat képeztek le. Úgyhogy én az új kurzus elé ezzel az optimizmussal állok, hogy ilyenfajta gyalázat nem történhet meg senkivel sem, hogy akár egzisztenciálisan eltiporják, hanem koncentrálunk arra, hogy mi a közjó és mi a pécsieknek a legjobb. Vagyis lehetséges együttműködés olyan ügyek mentén, amiket hasznosnak, jónak ítél meg a képviselő. Ha nem ez a meggyőződése, akkor nem szavazza meg az adott előterjesztést, nem lesz politikai nyomás rajta, mondta a stábunknak az újraválasztott képviselőnő. Lezárult az idei hőségriadó, mely igen nagy terhet rótt az országos mentőszolgálat dolgozóira. Több száz mentési feladatot végeztek a hétvégén a mentősök Baranyában. Többnyire vérnyomás ingadozás, mellkasi panasz, fejfájás miatt riasztották őket. Szerencsére halálos áldozata nem volt a hőségnek térségünkben. Az elmúlt héten elviselhetetlen kánikula volt, érvénybe lépett a vörös kód is. A napi munka elvégzése valamennyiünk számára többszörös nehézségekbe ütközik, még akkor is, ha légkondival kompenzálunk a belső térben. Drávavölgyi Kassz Judit mentőtiszt számolt be a hétvége időjárásának következményeiről. A mentési adatokat szemlélve elmondhatjuk, hogy a régióban napi lebontásban körülbelül 450-500 mentési feladatot végeztek a kollégáim. Baranya megyében ez a szám körülbelül 150-200.
600 darab volt. Pécs és vonzás körzetében ennek körülbelül a harmadát mondhatjuk. Ez, hogyha egy átlag napot szemlélünk, akkor összehasonlítva körülbelül 5-10%-os emelkedést jelentett. Az ájulások, rosszul létek, fejfájás nem ritka jelenség ilyenkor. A keringési problémákkal küzdők, szívbetegek sokkal nagyobb veszélynek vannak ilyenkor kitéve. Többségében az volt jellemző, hogy általában ilyen vérnyomás ingadozások, mellkasi panasz, fejfájások miatt kértek segítséget a betegek. Az mindenképpen elmondható, hogy a krónikus betegségben szenvedő embereket minden esetben ez a nagy hőség megvisel. A régió területén sajnos a kollégáim több esetben is találkoztak keringés légzés leállással. Az időben megkezdett mellkas kompresszióknak és az emelt szintű beavatkozásoknak köszönhetően kettő esetben ez sikerrel zárult, és a betegeket kórházakban tudtuk átadni. Sajnálatos módon a közlekedési balesetek is jelen vannak, amikor nagy a hőség. Ilyenkor kisebb a koncentrálási képessége az autósoknak. A régió területén ebben a három napban sajnos több közlekedési baleset is történt, melyek többsége általában könnyűnek imponáló sérülésekkel zárult, azonban kettő esetet mindenképpen ki kell emelnünk. Tolna vármegye területén történt egy kamion és személygépkocsi ütközés, ahonnan egy középkorú férfi súlyos mellkas és hasi sérülésekkel szállítottunk kórházba, illetve Baranya vármegye területén egy rollerrel közlekedő gyermeket személygépkocsi gázolt, őt az első ellátás, stabilizálás, fájdalomcsillapítás és rögzítéseket követően súlyos csontsérülésekkel adtunk át a területileg illetékes kórházban. A hőség igen nagy terhet rótt az országos mentőszolgálat dolgozóira. Több száz mentési feladatot végeztek a hétvégén a régióban. A hőség még nem múlt el, a nyár jelentős része vissza van. A mindenkori jó tanács a sok folyadék fogyasztása, és a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, könnyen napszúrást kaphatunk. A nagy melegben nő az infarktus veszélye is, valamint alvászavar is előfordulhat. Népszerű a kánikulában a Fonyódi kutyás strand. Sok gazdi és négylábú kedvence választja ezt a partszakaszt a Magyar-tengernél. Hétvégén és hétköznap is szinte teltházzal üzemelnek. A szakemberek szerint azért is fontos a hűs, árnyékos, vizes területek látogatása a nagy melegben, mert a kutyusok hőérzete teljesen más, sokkal nehezebben viselik a 35 fok körüli meleget. Boldog csaholás, órákon át tartó játék a fűben, és egy hosszú partszakasz, ahol gazdi és kiskedvence együtt fürödhet. Aki megmártozna a Balaton vizében, de négylábú társát sem szeretné otthon hagyni, annak jó választás a Fonyódi kutyás strand. 15 éve nem voltunk a Balatonnál, és hát nagy szerencsékre, meg kiskutyával jöttünk, találtunk egy kutyás strandot, nagyon jó itt. Nagy hosszú part, van mozgástere. Hazánk egyik legnagyobb kutyabarát partja mindössze pár lépésre található az Üdülőváros kikötőjétől és a Szunyog-szigettől. Lencsi kutyus is boldogan mártozott meg a hűs vízben. 8 hónapos, és ismerkedik a vízzel, de már azért bejön, a kezembe bejön. Hétvégén és hétköznap is népszerű a kutyás strand. Sokan választják hűsölésként ezt a partszakaszt, hiszen a gazdi és a négylábú kedvence is együtt fürödhetnek. Marci. A kis Marci kutyus is élvezi a strandolást. Bár a tacskók jobban bírják a meleget, a gazdái mindig odafigyelnek rá, hogy árnyékban legyen. A tacskók amúgy is szeretik a meleget. Hát ő elbújik a hőségbe is, takaró alá. Úgyhogy a tacskók imádják, kifekszenek a napra, úgyhogy nagyon jól bírja. A következő napokban is hőség várható, ezért ajánlott kis kedvenceinkre jobban odafigyelni. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Bőrápolás. Nyári tanácsok a szakembertől. Fórum a szerhasználatról. Tolna vármegyei települések együttműködése. Első helyezést ért el Bálint Zsolt. Space Challenge verseny. Európai Kupa porondra készülnek. Sajtótájékoztatót tartott a Paksi FC labdarúgó klub. Csütörtökre még füllett, labilis időjárási helyzet látszik a legvalószínűbbnek. Délelőtt változó felhőzet mellett napsütéssel és elszórtan elgyengülő záporral, majd délután, este változóan napos, gomoly felhős időben itt-ott kialakuló hevesebb zivatargóz esőjével. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!